Yeah! A gyűrűk urai igazából királyok. A veszteszőmondot te csinálod. Túl a palánkon, kinek lejt a pálya? Ez az őrült játszma. Szevasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Kreator TV-n. Ez itt az őrült játszma. Hívtam vendégeket mára is. Itt van edzőbe, aki technikailag meg fogja mutatni nekik, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni. Hogyha nem megy be véletlenül egy dobás, akkor én pedig szivatni fogom a vendégeinket. Nagyon jó csajokat hívtam nekik. Tényleg? Képzeld el, itt van velünk Kárpáti Rebeka és Nyári Dia. Sziasztok, hello, csajok! Sziasztok. Hello. Sziasztok! Nem túl sportos szedbe jöttetek, ahol gondoltam, hogy választatok innen a messzfalról. Csajok, vágjunk is bele, nagyon jól állnak a mezek. Köszönjük. Kezdődjön szépen a bemelegítés. Egy lábon kell állni, uh-huh, és fej fölé kell nyomni a labdát. Volt akkor a másik láb. Yeah! Ez az őrült játszma. Első kör, nagyon figyeljetek, ugyanis akinek bemegy, az nem kap szivatást. Akinek viszont nem megy be, az kap szivatást. A fiúknak innen kell dobni, viszont ti, mivel lányok vagytok, és kedvesek és aranyosak, csak innen. Szóval kicsit lenéztek minket. Nem fog menni. Sikerülni fog, de hogy nem. Az jó! Amúgy majdnem jó volt. Oké, nagyon megfontolt. Ez az! Nem! Úristen, és majdnem bement! Egymásnak húztok, vagy magatok? Húzzunk már egymásnak! Kozmetika. Az ellenfelet kiszedi a szemöldököd és az orrszőrzötöd. Nincs is orrszőröm! Megpróbálok nem kárt tenni, vagy... Nagyon megköszönöm. Kell egy szimpatikus szőrszem. Bajszomat szem. Bajuszgyantésetek? 3-2. Jó, amúgy hallottam, esküd. Na, még egy ucsit. Egyébként szerintem a tiéd sokkal nem. Ah, most elszálljunk! Rakj ki a legközelebbi WC-ből egy Insta posztot, hagyd kint 24 órára. Várj, jó? Oké. Okay. Vagány, igen, figyelj, ilyen bedőlős. Aha. Eskü jó lesz. Mint a legmágyobb. Titanicban a róz, amikor lefestette Jack. Ez csodálat, ezt mutassuk meg, ez egészen csodálatos ez a kép. Csajok, indul a második kör, most is innen kell dobnotok. Rádobhatok 30 másodpercen belül bármennyiszer. Indul az óra, 3, izgulsz mi? 2, amúgy most esküszöm, izgulok egy kicsit. És most! Úristen, milyen feszült helyzet! És mennyi érte! Fejfeje bele, haladnak a lányok! Marci, ne beszélj közben meg! Hát de muszáj kommentálnom, mert én vagyok a műsorvezető. Hopp, Dia is amúgy nagyon ügyes. Rebeka is. 13 másodperc rá, sok rá. És ajaj, de mi? Majdnem bement! A másik labda, újj! Gyere, 6 másodperc, még egy dobás bele. 4, 3, 2, 1. Úristen! Rebeka bedobta az utolsó pillanatban! Úristen, gyerekek, történelmi pillanat! Ne legyen undió! Legyél léci a legdurvább! Ne! Meglepi Oreo! Folyadék nélkül egy perc alatt egyél meg 3 Oreót, ami fokrémmel van meg. A vallásom. Milyen vallásod van neked? Melyik vallás? Nem engedi, hogy Oreót legyen az ember? 3, 2, 1, elindult az óra. Ez nagyon rossz, gyerekek! Egyből kicsit harapott, gyorsan edd! Istenem, úristen, nem hiszem el a vendégeinket amúgy. Na hát, én nem eljátok sajnos, mert én bedobtam. Ja. Gábi, én csak megszagom. Amúgy nem olyan rossz, de most komolyan mondom. Tehát van egy kis csoki íze, oké, van egy kis fokrém, de legalább evés közben fogadkozom. Gyerekek, én a tegnapra. Na, ez nagyon erős. De még ez van, meg ezt megeszed is ki. Ez tényleg nagyon rossz. Utólag jön meg az íze amúgy, de fél percen jársz, úgyhogy még meg tudsz enni egy párat, ha akarsz. Na jó, de egyszerre mosol fogat, meg eszel Oreót, szóval ja, ez sem már nem kell. Úgy mentol íz lesz a szádba, tök jó. De hogy innen érzem a mentol. Érzed? Igen. Mint a most nem volna fogat, tök jó. Kóstold meg te is. Nem áll. Jó, nem. Na jó, nem kell. Rebeka tegnap bulizott egy kicsit, és Rebeka nem jó agyomra. Azért kell fogat mosni. De most nem fogat reggel, köszönöm. Jó, egy kicsi darabot adjatok fel, Rebeka, köszönöm. Ez nagyon rossz. Ez a leg, valószínű, ez a legdurvább fogkrém. Igen, szóval ez nem az a... Letelt az egy perc. Figyelj! Megpróbáltad, sikeresen nem teljesített. Fú, nagyon-nagyon... Ez nagyon rossz. Csajok, az állás az 1-0 Rebekának a részére. Viszont a harmadik körünk az a hirtelen halál, ami azt jelenti, hogy erről a vonalról kell nektek most dobnotok, ez a nehezítés része. Igen. Annyiszor kell dobnotok, míg innen be nem megy. Nem áll. 3, 2, 1, és mehet! Hirtelen halál, úristen, de megfordultak a lányok. Egyébként mind a ugye, kettő, ugye? Majdnem. Mondtam, hogy közel van. Ez egy egyáltalán, hoppá,
Már itt is van dia. Úristen, ez nagyon közel volt, és még csak két dobás volt. Úristen, az is nagyon közel volt. Sajnálom. Mondjuk most már itt egy 15 perc állunk, csak a nézőknek mondom. Úristen! Csodálkozz! Csoda make-up, az ellenfelet csukott szemmel kirúzsoz téged, itt kell folytatnod a játékot. Hát ez nem nagyon marad. Biztos szépet fog csinálni nekem, ugye? Megpörgetlek téged egyszer, kétszer. Na jó, még egy utolsó. De az nagyon jó, nagyon jó csinálni. De teljesen rúzsoz. De hagyd magad, Revi, ne segítsen, ne segítsen. Aha, oké, de úgy nyomd rá rendesen ezt a rúzst. Aha. Nem veszem el ezt a fogat. Szerintem kész vagyok. Milyen? Borzasztó? Nem annyira. Egy-egy az állás, ezért muszáj eldönteni, hogy ki lesz a végső győztes. Egy-egy ellen játszatok, tehát mint egy rendes kosármeccs lenne. Az a szabály, hogy nincs szabály. 3, 2, 1. Nem ér? Ez az! Mocs, magasabb vagyok! Dia, nagyon-nagyon elhúzott. Hoppá, úristen! És szerint... Revi, elteszik és lehet, hogy bedobja! Majdnem! Jaj! Úristen, milyen kiélezett küzdelem! Egészen elképesztő a csajoknak a technika! Én úgy tudom, hogy meg a legedben! Micsoda technika? És nincs meg! Szedd el tőle! Próbáld meg! Le, Rebeka! Te vagy! Most ne hagyd! Te vagy! Jobban lesző, felejtsd! Úristen! Annyira fáradt vagyok! Dobjuk be valahogy! És majdnem! Rebeka, te is próbálkozz! Úgy! Háromig megy a küzdelem, Rebekának még 2 pont kell a 3-ig, Diának már csak 1. Jézusom, mi történik itt? Oké, ez egy kicsit talán nehezítés. Hoppá, oké, igen, ott van, és ott a 3-1. Dia, te bedobtad. Megszivathatod a Rebit. Érted, bűntudatom van. De ne legyen. Ne legyen, ez szivatás alatt vissza neki. Ne legyen, igen, szivass meg egy kicsit. Szivass meg, ne legyen annyira bűntudatom. Kihúzom én, és akkor nem lesz valami. Igen. Csodás reggeli. Rakki egy My Story-ba egy undorító reggeliről a következő hashtagekkel. Brunch, good morning, és csatolj egy cuki gifet is. Tudod, hogy kéne? Így. Ne idegesíts. De vigyázz magadnak a fejére, vagy rád. Jó? De fincsi ez a tojás. Yumi. Fontos, hogy hogy kezdjük a napot, milyen ételekkel táplálkozunk, én nagyon odafigyelek erre. És a make-up is. Brunch, good morning, és satolj egy cuki gifet. Tessék, még gif is kell. Én büszke vagyok rátok, komolyan mondom, nagyon jól volt, nagyon ügyesek voltatok, megfogadtátok a tanácsaimat, aminek nagyon örülök, úgyhogy ennek meg is van az eredménye, mert nagyon jó százalékkal dobtatok, úgyhogy le a kalappal. Mivel Dia nyert, ezért van nekünk egy nagyon szép kupánk, amit szeretettel átadok neked. Parancsolj, az őrült játszmát a kupáját. A büdös életben nem gondoltam, hogy egy ilyen kosár kupát fogok nyerni. Hát köszi szépen, hogy néztetek minket, ez volt az őrült játszma. Jövünk legközelebb is. Nyári Dia, Kárpáti Rebeka, Edzőben Balázs, szevasztok! Hello! Yeah! A gyűrűk urai igazából királyok, ha vesztesz, én mondom, te csinálod. Túl a palánkon, kinek lejt a pálya? Ez az őrült játszma.